Köszönöm szépen, hogy megtiszteltek, hogy eljöttek kiállításomra. Köszönöm szépen, hogy megtisztelő szavakat Sárfegyi Attila alazeres úrnak. Ez a kiállítás apropója az idén 60 éves 1956-os forradalmi szabadságharc, illetve az oda vezető utak. Kiállításom témájaként én nem politikailag szerettem volna bemutatni a 40-es, 50-es évekhez vezető utat, illetve a szabadságharchoz vezető utat, hanem katonai téren például, hogy 56-ban miért álltak át a magyar katonai alakulatok a forradalom és a forradalom mellé, illetve a forradalmárok mellé. Miért festették fel a magyar tankokra az akkori felségjelzés helyett a Kossuth címert, és így szeretném bemutatni. Apróbólyaként egy vesztes háborút követően Magyarország a demokrácia felé próbált építkezni. Először katonai gyakorlázatban az angol száz hatalmakra próbáltunk hasonlítani, de ez később, hát aki politikai tudja, hogy milyenek voltak az események, folyamatosan szovjetizálódott, majd 51-től teljesen szovjet mintájú egyenruha került bevezetésre. Ez a magyar nép nem tudta elviselni, és mindegyik tárlatban látható röplapon októberben kérte Magyarországnak a hagyományokhoz illő címert, illetve katonai hagyományoknak megfelelő egyenruhát kértek.